Tisztelt ünneplő közönség! Ahogy a rügyfakadás a természet ébredésének első megnyilvánulása, a tavasz közelettének letagadhatatlan jele, hasonlóképpen vált a magyar nép lelkében szúnyadó szabadság iránti vágy fellobbanásának, a magyar nemzet öntudatra ébredésének jelképévé az 1848. március 15-i forradalom. 169 éve már a magyar szívekben összekapcsolódik a mindig új reményt hozó kikelet, március 15-e nemzeti ünnepének szabadságvágyat éltető felemelő érzésével. A vágyott szabadságét, amelynek kivívásához számos igaztalanság és megannyi véráldozat árán jutott el a nemzet. 1848. március 15-e arra tanít bennünket magyarokat, hogy mindig ki kell állni saját igazunkért, és vállalni kell a küzdelmet még akkor is, ha olykor kilátástalannak tűnik is a cél elérése. A magyar szabadságnak ugyanis az a titka, hogy a túlerő által legyőzve is mindig győztesnek bizonyul, ha hiszünk benne és teszünk érte. Ez a titok vezetett 1848-tól Trianonon át 1956-on keresztül 1989-ig. Azóta Magyarország nagy utat járt be, mégis. Talán azért is érezzük március 15-e ünnepét szívünkhöz közelállónak, a márciusi ifjak 12 pontját aktuálisnak, mert az elmúlt negyed században nem sikerült végére járni annak az útra, melyre 1848-ban léptek elődeink. Az idő volt eddig kevés hozzá? Vagy gyalóságainkból volt több az elviselhetőnél? Ezt majd az utókor eldönti. Minden esetre azt talán mi magunk is megállapíthatjuk, hogy az elmúlt 25 év állam és nemzetépítő munkáiban leginkább éppen az hiányzott, ami 1848-49-ben és 1956-ban is megadta az erőt a világra szóló eseményeknek, a nemzeti egység. És ugyanez a titok vezeti 60 város fejlődését is azon az úton tovább, amelyet a város polgáraival karöltve, még az előző ciklusban közösen megkezdett. De mint ahogyan a nemzetépítő munkáját, úgy a városfejlesztő munkát is megtörheti az egység hiánya. Mert lehet vitatkozni a helyes arányon és irányon, akár a forrás elosztásokon is. Egy dolgot nem lehet csak megakadályozni azt. Mert ami embertől csak vétek, az döntéshozó embertől egyenesen bűn. Nem a városvezetéssel, hanem a lakossággal szemben. Kosút és Széchenyi is másképpen gondolták a nemzet felemelkedésének útját, de egyformán tettek építéséért. Nem ellene, hanem érte. Tisztelt 60 ünneplők! 60 jelenlegi városvezetése elkötelezett a városi fejlődés fenntartásában, ütemének felgyorsításában, és ezt az erőfelisítést több kormányzati fórumon is elismerték már. Tavaly elkészült hosszú távú gazdasági és iparfejlesztési stratégiánk eredményeként jelentős ipari beruházások indultak meg, melynek keretében bővül az ipari parkunk, terjeszkedik a BOS, egy európai szinten is kiemelkedő logisztikai központot hoz létre, hamarosan világszinten ismert és elismert csokigyártó cégépít gyárat nálunk, és több kisebb vállalkozás is bejelentkezett beruházási szándékával. Több mint 1600 új munkahely jön létre településünkön, ami történelmi jelentőséggel bír a város életében. És ha mindezek mellett számba vesszük a már elkészült beruházásokat, a 100 millió forint értékben felújított belterületi utakat, a közel 40 millió forintból megvalósult járdafelújítást, a 200, forint, 200 millió forintot meghaladó népkerti sporttelepi fejlesztés, műfüves pályák építése, az oktatási intézményeink felújítására fordított közel 400 millió forint, a gyermekmedence 50 milliós beruházását, akkor talán nem hangzik szerénytelenül az az állításom, hogy ezek az eredmények, új fejezetet nyitnak 60 város fejlődése történetében. A tovább lépés lehetőségeit több projektben foglaltuk össze, melyek lefedik szinte az egész várost. Kezdve a piac megépítésétől, a könyvtár visszaköltöztetésén át, az intézmények energetikai korszerűsítéséig, az ipari park bekötő útjának a megvalósításáig, és még nem említem a turisztikai és sportjellegű beruházásokat. Ezek a város élete szempontjából olyan súlyú fejlesztések, amelyek megvalósításához elengedhetetlen a lakosság támogatása, egyetértése. Ezért függetlenül a már benyújtott pályázatok bírálati eredményeitől szeretnénk kikérni a lakosság véleményét, és kérni további ötleteiket, építő javaslataikat, mert mi úgy gondoljuk, hogy egy döntéshozó sem mehet el a lakosság többségének véleménye mellett. Aki mindezek ellenére a köz akaratát semmibe veszi, a saját magát minősíti. Mert számukra az állampolgároktól kapott felhatalmazás csak személyes biznisz, nem pedig szolgálat. A várhatóan napokon belül induló kormány által kezdeményezett nemzeti konzultációhoz kapcsolódóan, a fejlődő 60 program fontos részeként elindítjuk a 60-i konzultációt, amely keretében kikérjük a lakosság véleményét a helyi fejlesztési ügyeket érintő témákban is. Tisztelt ünneplő 60-iak! Ahhoz, hogy céljainkat megvalósíthassuk, láthatóan nekünk is szükségünk lesz a minél szélesebb körű összefogásra. Mindenkinek a véleményére kíváncsiak vagyunk, mert egy város fejlesztése nem pártügy. Pártpolitikai viták tárgyát képezhetik ugyan, de mi ebben nem kívánunk részt venni. Arra kérünk mindenkit, hogy ezt tartsa tiszteletben, és ennek tükrében végezze megbizatásához, esküjéhez hűen vállalt feladatát, úgy a városhatáron belül, mint azon kívül egyaránt. Mert így kell tenni. Mert ez az egyetlen és helyes út. Így tették ezt 1848 szabadsághősei is a túlerővel szemben, állták a vérzivatar viharát a még oly kilátástalannak tűnő cél elérése érdekében. Így válhattak legyőződként és győzteseké, és példájukkal követendővé az utókor számára. Éljenek a bátrak, éljen a magyar szabadság. Köszönöm, hogy meghallgattak.